Ráültem a robogóra, jó női robogósként fékeztem egyet az esőbe, és egy óriási tas lett a vége, úgyhogy most ennek a jelei vannak itthon így rajtam. Olyan robogóim vannak, aminek a magsebessége egyébként 60 és 70 között van, de ha én ráülök, akkor ugye 40, szóval hogy azért... Az idei év nyaralás utazás szempontjából egyelőre nem telik túl jól, mert idén is rengeteget dolgozok, van a stand-up mellett egy civil foglalkozásom, és igazából most azon vagyok rajta, hogy minél többet stand-upolhassak, de most még dolgoztam, úgyhogy nem voltam nyaralni, tervezem. Ha bár a munkához kapcsolódóan azért mégiscsak utaztál, mondjuk el, hogy mi ez a civil foglalkozás. Igen, én egy televíziós csatornáknál vagyok szerkesztő, igazából ilyen tartalmi ember, és valóban most voltam egyébként 6 hetet külföldön, Horvátországban egy új reality műsorban működtem közre. Ezzel kapcsolatban egyébként majd... Mint? Hát, mint egyébként... Szerkesztő? Tartalmi ember, igen, egyébként. Tartalmi ember, meg még majd lesz egy meglepetésem is, csak nem biztos, hogy elmondhatom. Bár mindegy, itt fogom elmondani. Ennek a műsornak az online műsorvezetője is én lettem. Wow, és köszi szépen, úgyhogy 6 hetet voltam itt az Adria tengerpartján. Tök jó volt, hát nyaralásnak nem nevezném, de legalább lebarnultam egy kicsit. A kezedben látok némi sérülést, akkor ez Horvátországhoz kötődik, vagy ez már itthon sikerült? Hát milyen a jó szerencse, ugye hazaérkeztem a 38 fokból, gyakorlatilag pár nappal ezelőtt, és zivatar volt, de úgy éreztem, hogy robogóval szeretnék közlekedni, úgyhogy ráültem a robogóra, jó női robogósként fékeztem egyet az esőbe, és egy óriási tas lett a vége, úgyhogy most ennek a jelei vannak itthon így rajtam. Hazajöttem, hát hazaérkeztem. Első baleseted motorra? Mert tudom, hogy nagyon régóta robogózol. Persze. Igen. Igen, hát olyan robogóim vannak, aminek a magsebessége egyébként 60 és 70 között van, de ha én ráülök, akkor ugye 40, szóval hogy azért, szóval azért nem vagyok egy ilyen nagy gyorshajtó. Most is az volt a szerencsé, hogy lassan mentem, gyakorlatilag eldőltem, de már azzal is akkora sérülést szenvedtem, mint hogyha más, nem tudom, 120-al ment volna. Hát jobbulást kívánok neked. Nyaralást tervezel-e az idei évre? Igen, tervben van a barátaimmal, egyébként a családdal is, hogy elutazzunk Európán belülre. Nézegetjük, hogy Törökország lenne, jó esetleg valami all inclusive szálloda, úgyhogy remélem. Ez a családdal? A családdal, párral, mindennel együtt, úgyhogy igen. És a barátokkal már? A barátokkal, ők inkább egy ilyen bulizósabb helyszínben gondolkodunk, ami hát ebben az esetben, nem tudom, ilyen Ibiza, meg ilyenek is egyébként szóba kerültek, szóval hogy valami parti helyszín. Te választasz egyébként célpontot, vagy inkább a körülötted lévő emberekre bízod a döntést? Én nagyon szeretek célpontot választani, és én egyébként az az utazó vagyok, aki amúgy megnézi az ajánlatokat, és utána egyébként így összelogisztikázza, hogy mi a legolcsóbb, nézem folyamatosan, hogy hol lehet a legolcsóbb repjegyet venni, a legjobb szállást, árértékarányban, úgyhogy általában én a szervező vagyok, és az is, aki megmondja, hogy mi a végállomás. És a többiek ezzel elégedettek. Hát igen, még nem volt rá példa, hogy egyedül kellett mennem, tehát azért általában eljönnek velem, de... Akkor ha nézegetjük Törökországot, akkor ez egész pontosan úgy hangzik, hogy nézegetem Törökországot. Igen, ugye? Ez egy ilyen egyszemélyes brigád, tehát én kinézem, és utána akkor felajánlom a többieknek, hogy jönnek-e. Hogy kommunikálsz külföldön? Hát magyarul. Nem, egyébként én... Hangosan artikulálva? Igen, kiabálok, és akkor hát értik, gesztikulálok. Nem, én éltem 2 évet Franciaországban, úgyhogy még a francia nyelvtudásom valamelyest megvan, azt azért elő szoktam menni. Illetve az angol, az azt gondolom, hogy már úgy mindenkinek kell, hogy menjen, és hát ez nekem is megy. Bátor utazó vagy? Igen, bátor vakmerő. Elmondom neked, hogy az egyik legkellemetlenebb nyaralási élményem az az egyébként, hogy az ember elfelejti, hogy mondjuk Spanyolországban voltunk a családdal, és úgy elfelejtem, hogy ott lehetnek magyarok. És ilyenkor sokkal bátrabban beszélek, és én egyébként nagyon szeretem például az embereket nézni, és hát meg bevallom őszintén, hogy megjegyzéseket is szoktam tenni. Magyarul? És hát természetesen magyarul, ugye éppen akivel vagyok, ilyen esetben a testvéremnek, és így elfeledkezik róla, hogy azt lehet, hogy értik, és akkor volt egyszer egy ilyen kellemetlen szituáció, ez az öcsém, és köztem zajlott le ez a beszélgetés, és ő is így eltanult ezt tőlem, hogy így mondta egyszer az öcsém egy ilyen hölgyre, hogy úristen, de nagy mellei vannak, ahogy jött ki egyébként a medencéből, és ezt így üvöltötte nekem, hogy én ezt nézzem meg, hogy úristen, úristen, mire mondta a hölgy magyarul, hogy hát köszöni szépen, és akkor ott teljesen ugye lefőttünk, de nem is ez volt az extra benne, hogy hazafelé pont ugyanazon a repülőgépen ültünk egymás mellett ezzel a nagymellű hölgyel, és egyszerűen annyira kellemetlen és kényelmesen éreztem magam, hogy ez tehát, hogy tök kínos volt, és akkor mondtam neki, hogy bocsánatot kértünk, hogy ugye megjegyzéseket tettünk, úgyhogy szerintem ezt nem szabad elfelejteni, hogy bár külföldön vagyunk, érthetnek magyarul, és
sokan vagyunk a világban magyarok. Mi volt a legtávolabbi pontja a világnak, ahol jártál? Hát Európán kívül még nem voltam, úgyhogy gyakorlatilag Európán belül meg már nincsenek távolságok, úgyhogy nagyon extrát nem tudok mondani, amilyen nagyon kilóval lett volna. Sport kapcsán van olyan ország, ahol kifejezetten a kézilabda által jutottál el? Ugye te jó pár évig kézilabda versenyző voltál. Igen, igen, ez látszik még a mai napig, a testem állítólag emlékszik, hogy ugye én sportoló voltam. Hát a Franciaországban én úgy kerültem, hogy profi szerződéssel kézilabda során, és amikor itthon játszottam magasabb szinten, akkor azért sokszor mentünk külföldre, szóval ilyen élményeim vannak. Ezek inkább a szomszédos országok voltak elsősorban, ahova sűrűn megfordultunk, ilyen Szlovákia tornákon, ilyesmi, de hogy voltam annak köszönhetően. És akkor, ha te élsportoló voltál, akkor gondolom, hogy nagyon aktív életet élsz a mai napig. Tehát mondjuk, ha nyaralsz, akkor városnézés, túrázás. Sportoló voltam, de én nagyon szeretek a tengerparton feküdni, tehát hogy én egy ilyen pihentető utazások híve vagyok. Mindig így képzelem el, hogy én elmegyek egy tengerpartra, koktélra, és csak kint fogok ülni és napozok. Na, ehhez képest az szokott történni, hogy természetesen bejárom a várost, tehát hogy mindenhova jegyet veszek, ezeket online lefoglalom, soron kívül megyek, beelőzök mindenkit, hogy bejussak, szóval, hogy nagyon aktív vagyok a nyaraláson is, és sok mindent megnézek. Van olyan álmod, ami nagyon régóta a bakancs listádon van? Hát Amerikába jó lenne eljutni, akár megházasodni, ugye? Kedvet kaptál? Kedvet kaptam, igen. De Amerika egyébként az egy nagy álom, így New York amúgy, főleg mondjuk karácsonykor, mert előszeretettel nézem Kevint, ugye mindenki várja mindig minden évben, és emiatt egyébként New York az egy olyan álomszerű helyszín lenne, ahova tök jól lenne eljutni. Úgyhogy gyertek el a stand-up előadásomra, fizessetek sokat, és akkor elmegyek New Yorkba. Kösz! Micsoda kedves invitálás, alig bírok ellenállni. Már veszed is a jegyet. Egyértelmű, azon a tapintok. De egyébként inkább utazó vagy, vagy inkább turista? Én szeretek turistáskodni, tehát én élvezem, én az a típus vagyok, aki elmegy, megveszi a helyi kalapot, tehát én ezt büszkén hordom is, tehát a helyi pólókat, tehát hogy igazán látszódjon, hogy én amúgy egy turista vagyok, és én ezen a nyakamban a fényképezőgép, minden zsebemben van legalább egy töltő valamihez, és akkor rögzítek, állandóan fotózok, tehát kimondottan turista vagyok. Hozol ajándékot? Nem magadnak, hanem tehát nem magadnak én is emlékeztetek. Egyébként magamnak nagyon szeretek ajándékokat venni, tehát hogy mindig úgy vagyok egy nyaraláson, és hogyha megérkezünk, először magamnak veszek valamit, ilyen kis csecsebecsét, de szoktam egyébként hazahozni, hát a hűtőmágnes az örök klasszikus, azt én sem tudom kikerülni, meg hát ugye az a legolcsóbb, úgyhogy azt mindig hozok. Beszéljünk egy kicsit a szakmai dolgokról, humor szakmai dolgokról, tehát tényleg elég elfoglalt vagy, de azért van egy időd a stand-upra, mi újság mostanában? Sokkal kevesebb időm van a stand-upra, mint szeretném. Nagyon-nagyon rajta vagyok, hogy ezen változtassak, mert sokkal több időt kellene belefektetnem. Most lesz rá lehetőségem, remélem, hogy a kollégámmal, Mike valaki már egy sokkal rutinosabb stand-upos, mint én, ő már Shoulder Clubban is rendszeresen fellép, bele egy ilyen közös estet létrehozzunk, amiben ketten így részt veszünk. Hát ezen most nagy erőkkel dolgozok, hogy legyenek olyan állomások, amire már így rámondhatjuk, hogy mondjuk van 5-6 helyszín, ahova mi ketten elmegyünk, és ott már egy komolyabb, hosszabb előadást is elő tudok adni, úgyhogy most azon dolgozom. Ősszel lesz a premierje, úgyhogy remélem, hogy arra nagyon sokan eljönnek, és hogy addigra már olyan szintre jutok a stand-uppal kapcsolatban, hogy minden mást egy picit háttérbe szorítok, és hogy ez lesz az előtérben, mert szeretném. Kívánom, hogy sikerüljön, jó nyarat és jó munkát! Köszönöm, és várjatok, mert ha esetleg rossz volt az invitálásom, akkor most megragadnám a lehetőséget, hogy gyertek a stand-up előadásainkra, ne csak az enyémre, mindenki jön, mert egyébként tök jó. Sziasztok! Az előzővel sem volt semmi gond. Köszi szépen!